hétfő esték előadás sorozat, én már közel 20 éves múltra tekinthet vissza, és amikor Pap János ezt kitalálta, akkor már meghatározta azt, hogy mindig egy témát választunk ki, és azt 4 alkalommal körbejárjuk. Így volt a Biblia évében a Bibliáról beszéltünk, az Olimpia évében a sportról, utána volt a világvallások, vagy a gasztronómia, tehát nagyon színes a paletta. Az idén a családok témáját járjuk körül. Ez egy nagyon hétköznapi téma, úgyhogy ezért különösen igyekeztünk arra, hogy olyan előadókat kérjünk, akik valamit kicsit különlegesebb szempontból, kicsit különlegesebb szemüvegen keresztül nézik ezt a témát, ezt a gondolatkört. A múlt előadáson egy építészmérnök szemével néztük ezt meg, most egy művészetterapeuta, a következő lelkipásztor lesz, és a 4. alkalommal pedig egy óvónővel fogunk találkozni. Mindegyik előadás egy kerek egész, tehát akit egy gondolat érdekel, vagy az az adott előadó különösen érdekli, az megnézheti azt az egy előadást is, de aki végignézi mind a 4-et, az egy nagyon színes képet fog kapni erről a témáról, én azt hiszem, és mivel minden előadásunk ingyenes, mindenkit szeretettel várunk. A család, illetve az elveszett család a témája az előadásunknak a gyerekrajzok tükrében. Itt lesznek egész pici babáknak a rajza is, hogy azon keresztül a család és a szülők mit jelentenek a kisgyereknek. Tudni, a rajzokon keresztül belelátunk a gyerekek lelkébe. A másik pedig ugye serdülők és kamasz gyerekek, hiszen én gyerekotthonban dolgozom, és ott viszont meg nincs család, ott elveszett család van. Egyrészt az ő traumáikat így a népművészeti formák segítségével dolgozzuk fel, például a kórosi református templom mennyezet kazettái, hímes kazettáival, meg az üzbék hímzésekkel, és ezek hívják elő például olyan problematikát, mint a születés, a család, a családi viszonyok. Ugye gyerekre azt kérdezik, rajzold le a családodat, az nagyobb gyereknél az problémát okoz, viszont hogyha indirekt módon mégiscsak a saját családját rajzolja mondjuk egy népművészeti motívumon keresztül. Aztán, ha jut idő, még szeretnék bemutatni olyan személyes történetet, hogyha valaki teljesen család nélkül nőtt föl, születése pillanatától állami gondoskodásba, csecsemőtthonból, és ma már 30 éves felnőtt, hogy milyen folyamatokon ment át, tehát milyen szörnyűséget okoz az, ha valaki család nélkül nő fel. Nagyon szépen látszanak az ő rajzain, az ő traumái ebből kifolyólag, és akkor talán akik családban élnek, azok számára az az üzenet, hogy jobban értékeljék, megbecsüljék, jobban vigyázzanak a családra és a családnak az egészséges folyamataiba. Tehát jó az embereket azzal szembesíteni, hogy milyen, hogyha nincsen család, milyen veszteségek vannak abból, a gyerekek személyisége felnőve hogyan torzul.